Az akasztott lapról fogok beszélni, ez egy nagyon nehéz lap, és nagyon nehéz élethelyzete is utal, olyan állapot, amikor egy picit megrekednek érzed az energiákat. Három paklit hoztam, amiben bemutatom, hogy hogyan nyilvánul meg ez a dolog. Az első az aranytaró, ez a, ahol ugye szintén lefelé lóg, tehát meghagyták ezt a fajta ábrázolást, amit a Riderből már ismerünk, és láncokkal van megkötve a főszereplő, ami mindenképpen arra utal, hogy korlátozva vagy ebben a helyzetben, és itt ráadásul ér még neki a zsebéből, ami azt mutatja, hogy valamilyen veszteséged is történik. Ez bármilyen veszteség lehet, sőt, akár a te saját önbecsülésed is, hiszen az is egy nagyon fontos érték. Nézzük, hogy jelenik meg ez a lap a Wheel of the Year taró lapon. Itt is fel van függesztve a főszereplőnk egy fára, de itt ugye azt is láthatod, hogy a hó körülveszi, meg van fagyva minden körülötte. Így is érzékeljük, hogy nagyon kevés figyelmet, nagyon kevés szeretetet kapunk ilyenkor. Ugye maga a hó az egy megfagyott víz, és a víz, tudod, az érzelmeket jelképezi, tehát egy picit befagyott érzelmekre is utal ez az ábrázolás. Viszont itt a bal alsó sárkában láthatod, hogy a tavasz azért lassan teret nyer, vagyis utal arra, hogy ez a helyzet magától is meg fog oldódni, hiszen a tavasz mindig eljön a tél után, és emiatt, hogyha az ember nem ugrál, hanem kivár, akkor ez a helyzet magától oldódik, hiszen ahogy a jég elolvad, feltehetően a vizes kötélről úgyis le fog szakadni a főszereplő, tehát mindenképpen meg fog oldódni ez a helyzet. A harmadik pakli, az a Light Seer's Tarot, ott egész máshogy van ábrázolva. Itt inkább az átadás az, ami megjelenik, hiszen itt nincs megkötözve, egyszerűen csak lóg lefelé erről a anyagról, és átadja magát, olyan, mintha egy kicsit áramlásba lenne, és maga ez az önátadás, mint feladat, erre hívja föl a figyelmet, hogy átadod magad annak a helyzetnek, ami van, nem kapaszkodsz, nem állsz ellent, akkor nagyon hamar túl fogsz tudni jutni rajta. Ugye itt is víz van a képen, tehát itt is nagyon sok érzelem van, és érzelmileg nagyon érintett ez minket, de pont emiatt nehéz, és pont emiatt nagyon fontos, hogy érzelmileg odafigyelj, hogy egyensúlyba maradj, és inkább a saját érzelmeiddel foglalkozz ilyenkor, mint a külvilággal. Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, de megtalálsz a Facebookon, az Instagramon és a Pinteresten is, Tarot Suttogó néven. Köszönöm a figyelmet!